Most van YouTube-s jutikások, szia! Láthatatlan jutikások és láthatatlan félelmek fognak következni. Amúgy nem lesz láthatatlan félelem, mert rajtam fogjátok látni, hogy össze vagyok fosva, de azt majd mindjárt abba a szent pillanatba bekapcsolódunk itt a játékba. Amúgy lett a rendes nevem végig, könnyű kitalálni. Majdnem azt mondtam, hogy Odett. Omlett! Omlett letti. Fekete. Ott is van a láthatatlan félelem! Hú-hú-hú! Csű, de hangos ez a szar. Pillanat. Szevasz, Duracell! Szia, hello! Hello, itt állítunk itt a hangerőt. A hangerő állítgatások vannak. Nagyon jó. Patkányszok minden. Aztán majd mondjátok, hogy mi van, oké? Bam 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 bere bam 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 bere bam bam. Na. Szerintem minden rendben van, hogyha váltunk képet ide. Pulzus. Nagyon jó helyen van a pulzus ottan? Nagyon jó. Ott mutassa, hogy mi a helyzet. Csak hogy lássátok ti is, hogy hogyan megy a pulzus, mint... Na, azt mondja, hogy adok neked olyan kappam a lettet, micsoda? Na, találjátok ki Letti nevét, aztán majd nagyon jó lesz, hogy én is meg fogom tudni, oké? Okay? Én most nagyon pánik helyzetekben leszek, úgyhogy nem fogom tudni, hogy mi van. Loadings. 100 plusz megvan. Persze, hogy hogyan lenne meg. Úgy néz ki, hogy ilyen izékkel vagyunk most, ilyen hölgyeménnyel, nem? Valamilyen fiatalasszony lihegést érzek a fülembe. Mit tettem, hogy ezt érdemlem? Miért? Miért? Túl kell élnem, még mindig vannak befejezetlen ügyeim. Wake up, Neo. Wake up. Valaki lieg a fülembe. Oké, jól kezdünk. Siréna, meg minden faszom. Riasztinál. Suttogások azok. Suttogások mennek, jönnek. Ja, hogy most felébredtem. Aha. Oké, vértócsik. Tócslik. Amúgy igen, olyan emergency meeting-e van, mint Among Us-ba, ja. Na nézzük, hogy mi a fasz van itt. Oké.
Ott elment vala... Itt mi tört? Ez mi volt, Dick? Bekönnyezett a szemem, vagy mi a fasz? Hello. Vegyünk már egy minerálvátert. Nem lehet. Minerálváter szok. Minerálváter, semmi baj. Hol testinél? Hú, itt valami nagyon... Az mi volt az a fej? Azok a fej elkorcsolyázott itt a vérszeken. Mi történt, Mare? Dick a fej. Jó, azonnal gyűjt ki, akkor menjünk oda be. Hello, jó napot, szia! Hello, sziasztok! Aha, hogy itt ilyen szétmarcangó arcok vannak mindenütt. Nagyon fasza, egy kis injekciók minden acilpirinnek a földön. Hopp, itt van egy kulcs. Megvan a kilépés gomb. Ami mi a fasz jelent a kilépés gomb? Az, hogy ki tudunk menni innen a játékból, és megyünk valami más játszani most, rögtön így 3 perc után. Azt a kurva, annyi vérsz. Itt nagyon sok hang van, jók a hangok amúgy? Minden rendben van? Ott is világít valami zölden. Egy jegyzet. Jó minden. 639. beteg. Evelyn Myers. Myers? Súlyos mellkasi sérülésekkel szállították kórházba. Úgy néz ki, mintha vadállat támadta volna meg Evelynkét. Az eset egy magániskolában történt, az áldozat pedig a tanár. A megmentésére nem sok esély van, de mindent megteszünk, amit tőlünk telik. Máma még nem kaksiztam, úgyhogy remélem nem most lesz itt alkalom. Hogy itt elő... Semmi baj, csak leestek itt a izéket. Ezek a szarok. Ez nem tudom, mi ez a köd itt ilyenkor amúgy. Igen, akkor... hogy ide kellett a kulcs. Na most, hogyha már mindenki tudja a Letty nevét, mondjátok el nekem, mert nekem nincsen TikTokom, meg ilyen hülyeségei. Én nem élek ilyenekkel. Mi volt a stream elején? Meg egyik stream elején valaki úgyis köszönt be neki, rendes nevén, azt hittem poén. Aha. Egy darab Instán van, oké? Okay? Egyetlen egy szociális platformom, ahol azt nézem, hogy a OnlyFans-os kurvák műbabákat szoptatnak. Az is nagyon jó platform. Most igaz, hogy két napja már forum egyen van tele, úristen! Itt valaki főmászott, oda néz? Az nagyon jó, ott a főmászások vannak. Igen, a Facebookot, jaj. TikTokon lenne néző? Nem érdekel. Ott valaki elment arra, nem? Jó napot! Ott valakit láttam arra elszaladni. Idézőjelbe, szalad idez. Aha. Szóval... Sorry, nagyon-nagyon sok vér van itt amúgy. De most még kórházban vagyunk. Szóval most még a kórházban vagyunk, és nem a iskolában szerintem. Vagy igen? Szerintem ez még csak a kórház, mert be kéne menni a suliba. Vagy ez a suli? Szerintem ez a kórház. Ez kurvára a kórház. Hűha. Hmm.
Mert még hülye voltam és nem állítottam be. Itt vannak a nagy tamponszok, oda nézzé. Carbonitz, valami, nem ez valami tabletta. Szerintem ez egy iskola, nem így néz. Igen, igen, valószínűleg. Mert ezt tudom, hogy a iskolába fog játszódni ez egész tört. Ja, hogy itt kinyílt ajtó, aha. Oké, megyünk, hagyj a faszomba, ne mennénk oda be, jó napot kívánok, a nagy sötétség. Beszél, fú, most valaki onnan ki fog jönni, basz meg onnan valaki most onnan ki fog jönni most. Majd megcsinálom, majd megcsinálom, majd megcsinálom, majd. Hú, flashlight. Ez a én szíveském dobogás, oké? Azt halljátok. Ugye a szíveském dobog nagyon. De most menjünk át a suliba is, ott lesznek a bajok. Majd utána nézek ezeknek a összeköttetéseknek, meg ilyeneknek. Hát csak úgy... Nem tudom. Hello, my friend. What's your name? How old are you? A blowjob man? So policies? Hello? Donnie? Hogy fogja már ezt a izét, flashlightot, érted, mint valami nagy gangsters. Ugye igen, nem bírja a gép. Igen, igen. Hát meg amúgy igen, az a másik, hogy ugye azért kettő streamet bitráltam, meg minden faszon, meg internet, meg minden, érted. Úgyhogy majd megnézzük, hogy működik-e, vagy csinálunk egy ilyen tesztvidinyót. Mi, hogy én vagy... Jó, lett itt most... Szétkevernem mostantól. Letti. Véged van. Találkozunk valahol. A kecsonyi. Ja, hogy most meg ne olvagad. Szevasz, Szivar! Hello, szia! Persze most meg ne olvasgassak, mi? Eddig az volt a baj, hogy úristen, ezé... Ezt mondom, én ezt már nem bírom idegnek. Ezt már nem bírom idegileg a nőket, baszki. Állandóan ki tudnak találni valami hülyeséget. Egyszer ez a baj, egyszer az a baj. Aztán most érted, most érted most. Olvasgatni, élvezet. Itt van valami cserép, rózsavirág, narcisz, kék tulipász. Hello, szia, Lego virág! Volt, nincs. Cicen. Cicen virág! Elnézést, aki... Ja, hogy még csak most mutatja be a Chilling Design. A Chilling Design bemutatja, hogy ez a vidinyó játék, ez most ilyen izé, érted? Most jöttünk a suliba. Igen, ez egy démonos ijesztő. De ez nem démonos ijesztő hang, srácok, ez a Unreal Engine-nek a megvásárolható mindennyei. Érted? Ez az iskola a rémálmaim helyszíne, meg akarom érteni, mi történik aznap.
Szóval a Demologist is úgy van felépít. Az mi a faszom az a kék csík ottad? Hátszor volt, hogy játszottunk egy horrorjátékot, és ugyanaz a tapéta. Ugyanaz a Mari van mindenhol. Érted? Mi az a kék csík ott, Pore? Most nem, most szerintem ez a iskola is egy megvásárolható szett amúgy, úgymond. Mert szerintem a előző játék, meg ez a játék, amit játszok, szerintem semmi köze egymáshoz. Legalábbis nem néztem meg ki a készítő. De a előző játékban ugyanitt volt a minden. Ugyanebben a suliba. Hát tudom, hogy nem lássátok tőlem, ezért most én itt most nagyon nagy izék fölülünk ide a kék csíkra. A levegőbe. Ti? Oda nézni? Olyan, mint hogyha egy ilyen webkamera csíkot raktam volna oda alá. Na, arról a kék csíkról van szó, jó napot. Sziasztok! Szóval nem tudom, mi a fasz jelent ez a kék csík, nem jót. Nem jót szerintem. Túlságosan ráütünk, jó az? Kicsit föntebb. Én szeretek szeretem, hogyha ráugnék rendesen, érted? Tövig. Menjen teljesen minden. Na, ez már ismerős lehet itt, picit világosabb van. Picit világosabb van, mint a butkori játékba. Teljesen ismerjük ezt a szettet, ugye? Itt volt a tornaterem, teljes mértékébe. Azt a kurva. Hát igen, hogyha most visszanézitek a két hete a horror streamet, ami volt. Ugye itt van a izé. Igen, ez is volt benne. Ez az osztály lányoknak szól. Oké, nagyon jó. Szevasz Iron Sight, szia! Hello! Rejtsd el! Elnézést. Ez kiszakadt most. Ez most kiszakadt. Fűha. Szevasz Légió, szia! Remélem máma is számíthatunk tőled mindenféle poénokra, meg ilyenekre. Ilyen szóviccekre. Ó. Itt van a fiúknak szóló szoba. Pedig két olyan nevű nézője is van, és nem tudja, minek a vége lett. Kiégek amúgy. Mi van? Nani? Én most stresszben vagyok. Én most stresszben vagyok, hagyjál, nem tudok gondolkozni, ilyenek ezért lett meg. Ki lett? Hova lett? Hova lett? Azt szoktam mondani, hova lett a letti? Hova lett? A szerszámok az óra alatt kiestek, mert ez a rémálmom. Mi? Omlett, azaz. Ugye itt vannak elmeletek. Aha, biztik kamerákára nem emlékszem, hogy ilyen lett-e volna. Lett-e volna. Nagy klotyeszok. Itt volt a babaszoba. Emlékeztek? Itt énekeltek ezek a kurva babák szerintem. Ez volt az. És ott volt a nagy szép a hátsó részen. A safe. Most ilyen gyógynövénytanúra lett ez most. És mindenhol biztik kamera van, nézd meg. Így nézik a gyereket, ahogy nyomják itt a leckéket. Sajtos toás, fúj. Az nem jó. Hello, szia, jó napot! Meg-e fogtad már a kék lapot? Amúgy nem figyelsz, ha már annyira kíváncsi vagy, akár leírtad a nevem maradékát, csak C-vel.
Nikolett! Azt sem mondod, hogy te is Niki vagy, bazd meg, mert mindjárt leszopom magam. Úristen, ezt már nem bírom idegileg. Úristen. A Nikik, el vagyok átkozva. El vagyok átkozva, esküszöm. Teljes mértékben. Jó napot kívánok, Lotyó! Aha, nézzük meg, mi van itt. A WC még mindig elég jó állapotban van. Hát, ez nagyon fasza. Amúgy tényleg, baszd meg. Most jutott eszembe, hogy egyik volt asszonyom, az is Niki volt persze, meg az előtti asszonyom is Niki volt, azért mondom, hogy el vagyok átkozva. És mind a kettő jól kibaszott velem, abban mindegy mellékes. De egyik az is ugyanúgy hívta magát, vagyis nem hívta magát, de az volt a beceneve, hogy Letti. Baszd meg. Leesnek itt a izék, szikrák. Ne fenyegessél még engemet! Azt mondja, a WC elég jó állapotban van, most nincs rajta deszkasadik. Hát ki ülne rá itt a puszta sögömmel, a sögömmel erre a puszta mindenségre. Na, mi történik itt? Jó napot kívánok! A balherén már kezd picit fájni amúgy, itt el lehet rejtőzködni. Az soha nem jó, hogyha egy játékban el lehet rejtőzködni, mert azt jelenti, hogy akkor kergetni fognak. Kergetési zott. Hát, mint hogy Nikolett. A kurva anyát! Faszom! Elnézést, akinek lemondtam a édesanyját. Szia, hello! Butchers. Hát ki a faszom lett volna más? Persze. Vasárnapi Butcher. Úgy fogom hívni, vasárnapi Butcher, bassz meg. Hello, szia! Nagyon szépen köszönöm a 300 hírt. Szia, hello, jó napot! Üdvözlöm anyukád! Nagyon szépen köszi a 300-ad, Butchers! Köszi, köszi. Balhere azért berántódott. Igen, még nem voltam WC-n se. Érzem amúgy, hogy ez most folyós lenne. Szoktátok érezni ti is, ne? Vagy nem annyira szilárd halmaz állapotú a történet. Hopp, itt van, itt, ja itt volt a tanári. Itt volt a tanári, oda nézze, és itt volt egy rejtett ajtó, emlékeztek? Itt egyik könyv mögött. Persze az előző játékban voltam ebbe. Szígyed magadot. Mit kell megnéznem? Hogy lehet ott húzni a retyót? Ha mindjárt lehúzzuk. A kedvedén lehúzom. Letti. Nikolett. A kedvedén lehúzom, oké? Okay? Kedvedén lehúzom. Nem foglak Nikolettnek hívni, ne aggódjál, mert már van Nikolettünk is, van Nikolettusunk is, meg Nikink is van amúgy valahol. Úgyhogy nagyon sok van. Ignor. Na most ez a baj. Most ez a baj, hogy olvasok. Vagyis most, hogy nem, vagyis, hogy nem olvasok. Előbb az volt a baj, hogy olvasok, de mindegy, én már nem tudom, mert összekevertek. Faszom bele. Most már Nikolettink is van, így van. Jó napot! Azt olvasd, ami neked szól. Azt, vagy mi? Mindjárt lehúzom a retyoszt, oké? Okay? Retyó lehúzások lesznek, ne aggódj. Ez ajtó akkor is csak így félig volt nyitva, amúgy elmondom, vagyis negyedik. Még abban a játékban is, ez nem változott. Ezt így lehet megvenni, ezt a presettet, érted, hogy ez ajtó így van. Ez nem mozdul innen. Most már tiszta otthonosan érzem magam ebben a vidinyó játékban, mert ismerem a mapot. Ah, ott világít valami zöldre, jó napot! Addig jó, amíg itt nem indulnak be a dolgok, mert amint beindulnak a dolgok, onnantól lófasz esti fényjel lesz itten. Van egy WC kulcsom, na,
Letti, megyünk, lehúzzuk a retyaszt. Van egy WC kulcsom, nekem nézd meg. És tudunk egy Wolfenstein 3D-zni abban a pillanatban. Nem lehet? Aztán nekem volt ilyen billentyűzetem régen, én erre emlékszek. Amikor ott fent voltak a gombok, és ott lehetett ilyen play-t, meg pause-et kapcsolni, meg ilyenek. Nekem tuti volt ilyen billentyűzetem, ezt most mondom előre. A egészségem, bacsör. Hát a bal herém picit fáj amúgy most, de meg a derkam picit, de rendben vagyok, köszi, hello. Köszi, köszi. A bal here fáj. Itt találtunk könyvgyújtót, nagyon nehezen emlékeztek? A könyvtárban szörnyű rendetlenség van. Igen, akkoriban is pont ugyanilyen rendetlenség volt, amikor itt jártunk. És itt megjelent ez a fiatal ember, amikor itt megtaláltam öngyújtót itt valahol. Uh-huh. Szóval megvan a retyosz kulcsa. Lehet kéne kullantani egyet, mert félek, hogy azért érted. Lehet, hogy stream végére becsöpög valami. De ez tiszta fura, hogy még világos van, ne? Tök jó érzés. Csicsi vecsenye? Az cigán pecsenye. Jó, de itt nem lehet használni a kulcsot, ez átbaszott. BMX. BMX! Jó, melyik WC kulcsot találtuk meg? Jó, hogy van itt 108. Aha! Ja, hogy itten, ez itt le van zárva, ha. Van itt valami olyan, hogy inventory? Valami? Hogy megmutassa, hogy merre hány méter, semmi? Földre az jó, elszúnyítottam az óra alatt, ez jó. Azt mondja a karakter, hogy ez nagyon jó. Ide nem tudok behatolni. Ez behatolhatatlan terület, ez fix. Itt valamit kihagytam. De vajon mit? Most vajon mit? Hopp, itt is van egy WC, azért azt ne felejtsük el, hogy minden üzé, sorba itt WC-k vannak, érted? És ide nem jöttem be? Aha! Hogy ehhez a klotyóhoz kell a WC, de még mielőtt itten beszúrom a kulcsomat a kulcsukba. Mielőtt ez megtörténik. A bácsor nagyon szépen köszi még egyszer a 300 sírt. Köszi. De szippantok egyet most. Lehúzzuk. Aha! Itt gyilkosság történt. Ezt már most látom előre. Gyilkosságok, lábak, testek, fejek, belek, mindenütt, mindenhol, minden is van. Jó napot! Szia! Mi a fasz?! Elnézést! Most van... Micsoda? Hello, 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 Kevinske! Vihivaj? Miért? Vihivaj? Jó, megkérdezte tőlünk, hogy belejött a pofánkba ez a geci. Ez a geci megtámadott arcba. Érted? Arcba dörrendette. Jó lettinek. Hát nincs itt lehúzókadik. Hogyan húzzam le a vécét? Jó napot kívánok. Melyik a lehúzó ez-e? Hát ez nem működik ez a retyosz. Ezt le kell önteni vízzel. Ezt le kell önteni vízzel, nincs itt esély. Ezek mik ezek a verebek, ami itt szállingónak? Ezek, ez... Ezek ilyen vérlepkék. Jó, vaj. Szóval miért? Miért az én dolgom ez? Hogy a barátom, kis szerelmes, tőlem tudja meg, hogy az imádott lány halott.
egyikünk sem készült rá, hogy a végső romlás jöjj hozzá. De az úgy zuhant a városra, mint egy hatalmas pók hálója. Csupa király élt köztünk, sokat ökörködtünk, élveztünk. Miért jött bele az én arcomba? Szopolesz vagy? Nincsen tükörszkép, már az már bebizonyított tény. Hogy az nincsen. Két okos? Nem, én egy okos vagyok. Én egyedül vagyok annyira okos, mint ők ketten okosok, érted? Mit szólsz hozzá? Where are you? Where are you? Akkor ez egy szar. Az most ott van a gatyámban amúgy. Az a szarka. A szarka. A szarka. Milyen furcsa, hogyha a szart elkezdett becézni, akkor egy teljesen más szó alakul ki belőle, nem? Szarka. Tényleg Zoli, vannak még ilyen egyoldalú kexmeséd, ami ma volt? Na 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 na. Azt csak ti gondoltátok egyoldalúnak, mert valószínűleg voltak ilyen élményeitek. Érted? Én nem egyoldalúnak tekintettem. Nekem soha nem voltak egyoldalú szexuális élményeim. Ezt így szeretném kihangsúlyozni, oké? Okay? Mindig és minden körülmények között a partner is benne volt akcióba. Teljes mértékbe. Mi történt már megint? Hát ezt már nem bírom. Szegény Kevinke mindig kapja. Mi történt a agyamba? Láttátok azt a kék csíkot, hogy ott mi a faszom? Ja, hogy az a sprint! Jó, megvan, az a sprint. Most így nyomta, elkezdte nyomni a shiftet, most már rágyütte. Majd csinálunk egy ilyen nyitott szexnapot, oké? Okay? Lesz egy just chatting, amikor így mindenki kiadhassa magába a szexuális élményét, és doktor pszichológus Felvidéki Zoltánz, Zolcsi, Zolóka, Zozó, Zozi, meghallgassa őtet nyitott lapokkal, és majd tanácsokat fog osztogatni. Nagy pénzekért. Jó, de most kinyitottuk azt a hülye WC-t. Bent volt olyan, hogy miért? És el kell tűnni minden, azt mondta a karakter, nem? Akkor húzzunk a faszomba. Jó, addig fogunk futkározni, amíg valami beagrózódik. Hello! Jó napot! Van itthon valaki? Van itt valaki velem még itten velem most? Vagy egyedül kekszelek én itten most én itt. Van valami hülye hang a fejembe. Toalettszok? Semmi? Hát ez zárva van, mare. Ajánlom ezt a tanácsadást. Le kellene... akarom mondani, jól jönne némi támogatás. Szexuálisan? Szexuálisan támogassalak? De ez egy olyan dolog, hogy hiába mondaná el ember a saját tapasztalatait, érted? Egy ilyen akció közben nem lehet azt, hogy te azon gondolkozol, hogy valaki máshogy csinálja meg ilyenek. Ott érzéssel bele kell adni apait, anyait, nos, hello, szia. És minden rendben lesz. Össze kell hangolódni a partnerre, meg kell beszélni azt, hogy ki minek, és kinek mi a jó. Érted? És akkor együtt el tudjátok juttatni egymást a csúcsra. Úristen, mekkora szakértő vagyok. Azt a kurva. Mi a fasz? Az ajtók zárva vannak, itt ragadtam! Hello? Fel kell kapcsolom a villanyt, gondolom van valahol pince.
Pönce? Hello, pince, mi a van? Mi a van? Where are you, baby? Ezeket ne felejtsük el, meg... Ne felejtsük el, hogy itt vannak ilyen szökrények, amikor be lehet bujkálni, oké? Okay? Szevasztókins, hello, szia Tolkins, Saki most Nighty Pinky Pinky Nighty. Vagy Nike, vagy micsoda Nighty. Nike, Nike Tolkins. Hello, szia. De milyen pincérű beszéd ez? Ez-e? Hűha! Ez előző játékban én itt nem jártam amúgy. Na, ez most már rossz. De miért kell főkapcsolnom a villanyt, amikor világos van? Kakis öreg medvém. Hála Istennek működik, most vissza kell mennem a szekuritárira. Szekuritéra. A doktor úr, már attól elélvezek, ha nunit látok, mit tegyek? Help me. Hát lássa minél többször nunit. És akkor ez egy idő után ez majd megváltozik. Amikor már nem lesz olyan érdekes. Érted? Amikor már minden napos lesz a látvány, meg a érzés, akkor lehet, hogy már ez megváltozik majd, oké? Okay? 8000 forint lesz. Nem én járkálok amúgy, itt valaki... Itt valaki sét a ficánkolsz. Fú, vazd meg. Nehezen indulunk be, nem tudom ezt a játékot hogyan vitték ki 20 perc alatt. Hát 20 perc alatt most jutottam el idáig. De mi ez a hang, amit ugye ott kinyit a... Ó, ott kinyit a vécerem. Amit ugye folyamatosan valaki mosna. Megy a mosógép közben, hogy én nem tudom mi van. Rejtsd el! Ja, magamat. Na mindegy, a lényeg az, hogy fogunk sprintelni a játékba és el kell bújni majd. Szerintem itt nagyon mindjárt sötét lesz. Vagy valami nokeddigombóc megtámad minket. És futkározni fogunk. Megpróbálunk kimenni innen, nem? Jó, de minek kapcsoltam fel a lámpákat? Fű, basszom, még ilyen horror játékot sem játszottam, szerintem ami ennyire nehezen indult volna be. Igen, ez annak kellene lennie a Horrorsnak. Majd az lesz, ne aggódja. Ami késik, az nem múlik, én amondó vagyok. Tudom, hogy én választottam, hogy ide jövök, de valami furcsa dolog történik most. Mondja nekünk Béla. Béluska. Béluska, hogy itt erre nagyon furcsa, ott is egy elbújható. Ilyen festékkel oda vannak, basz, hogy ott az ott elbújható dolog. Hello darkness, my old friend. De amúgy mennyivel jobb így a közeg, nem? Hogy izé van. Világos. Amúgy most felnyitottuk a áramot, és lehet, hogy fog menni a számítógép berendezés? És leülünk Age of Empires-ezni a számítógéphez, és annyira eltelik idő, hogy sötét lesz, és jönnek a mumusok.
a bumbusok. Van nálam némi étel, úgyhogy egy darabig itt maradtatok. Mondom én, geci. Elkezdünk World of Warcraftozni, itten este lesz abban a pillanatban. Pihennem kell egy kicsit. Azt hiszem, nem vagyok egyedül, jobb, ha megnézzük a kamerákat. Úgy érzem, hogy elkezdődött a vidinyó játék. Hogy ez még csak a bevezető volt. Kamera 1, 4K-ba nézzük, 25 FPS-be, érted? Azért nagyon komoly. Az mi az ott? Nem ebben a szobában vagyunk bent? Hol a karakterünk? Nem lehet mozgatni a kamerát? Nem? Jó, én eddig nem látok semmit. Láttak valami bumbus, baszki? Azok, mennyi videókamera van itt? Hoppá! Ott a mennek a... Na jó van, oda néz, itt van kettő bumbus. A tornateremben van kettő bumbusunk. A tornaterem ez be, és ott van valami tárgy ott, amit föl lehet venni, innen látom. És gondolom, ők fognak kergetni minket előkre. Igen, igen, már történt valami, most már aludtunk egyet, és éjszaka lett, és előjöttek a bumbusok. Éjszaka lett! A lett. Tárárárírádá, és valami három összegyűjthető tárgyat kell összeszedni. Find artifact. Nyomj meg a Q gombot a kamera használatához. Na jó van, elmentek a faszomba. Jó. Fasza. Ez egy másik kérdés, hogy ki a faszom tud ilyen helyen aludni, igen. Keressetek tárgyakat is. Hozzátok el őket a szimbólumhoz. Csak így lehet befejezni az éjszakát. Legyen óvatos, nem láthatja a műalkotásokat, ha a fényképezőgép be van kapcsolva. Mi van? Na minden, már rájövünk. Azt hiszem, nem vagyok egyre jobb, ha megnézzük, akkor jó, ezt már igen. Hogy kell kilép? Lépj már! Hello! Hello, bug! Elnézést! Szeretnék kilépni innen. Anyád. Szokásos Zoli bugok előjöttek. Azért nem tudok kilépni a írásba, ez örökre idrajzolódott. A fotózok már minden faszom. Hát ezt nem hiszem el. Nem hiszem el!
hogy bongyorkával csináltassam? Van amúgy. Jó, megnézzük, hogy megint beleragad. Há, most kijöttünk belőle. Jó, és most ugyanott lesznek a izék? A bumbusak? Adnál egy asztrimet, amikor a bongyorka hajam van? Nézd meg, egyik bumbus elment innen, minden egyes újraindításnál, az meg máshol vannak a bumbusok és máshol a tárgyak, ez mekkora egy fas? Jó, a Mari még mindig itt van. A Maresz még mindig a tornateremben van. Az a csöves nokeddi nem... Hát ez valami heavy metalt hallgat közben, hogy én nem tudom mi a faszom baja van. A 9. kamerában van ez a nénye. Na, kezdjük meg előre haladásunkat, és úgyis meghalunk a faszomba, meglássuk. Ha tudnám azt, hogy melyik szobában volt az a... A csajt az könnyű ugye a Marit megtalálni, mert ez a 9. szobában, és izében van. A tornateremben. Nem tudom, hogy ez a kettő bumbusa van, ezt a kettőt láttam eddig. Én nem is tudom, hogy itt hány éjszakát kell túlélni, vagy ennek most mi értelme. Mit kell megkeresni egyáltalán? Ja, és hogy ide kell hozni a műtárgyokat és itt elégetni. Aha! Ha-ha-ha-ha! Mindent is értünk. Olyan nézést? Bármikor. Hogy csillog már bele? A Bill csillogások vannak itt. Elnézést, a fültágítás elnézést, ott volt egy valaki. Ott volt egy... Elnézést mindenkitől, srácok, picit megijedtem. Elnézést, itt volt valaki, itt nem volt valaki, itt most itt volt, most itt, figyelt itt most. Nem tudom ki volt ez, de valaki itt volt. Fixen. Volt egy fülem, volt egy fülem, a fejemen volt. Find artifact. Szóval itt az a helyzet, hogy itt ilyen ijeszgetések is lesznek közben, nem csak ilyen bumbusok vannak, akik jönni fognak ránk, mint a kurva élet, hanem még ijeszgetések, az nagyon jó lesz. Ennek nagyon örülök. Bekukucskálunk. Kukival. Kuki-muki, hogy milyen helyzet, jó napot! Zozi-mozi vagyok, szevasztok, szia! Ez itt első vlogom ebből a építkezési helyekről, itt a nagy iskola volt egyszer ez itten. És itt ilyen mindenféle bumbusok vannak, szellemek, szellemvadászatokon vagyunk. És valaki folyamatosan suttognak a fülünkbe, meg ilyenek, de persze csak mind beképzeljük, mert szellemek nincsenek. Meg bumbuskák. Aha, szerintem ezek előbb nem voltak itt, nem? Szerintem ezek előbb nem voltak itt. Elnézést, kezdi csókolom. Elnézést, de rossz helyen volt ez a babaruha. Babaruha, ruha, baba. Mi volt a tennapi Forma 1-en? Egy unalmas szar Forma 1 volt. Sajni majni, semmi érdekes nem történt. Azért szoktak néha jó mérkőzések lenni, de most ilyen...
Ez az első meccs nagyon beállt arra, hogy így úgymond megmutatta így a autók közötti különbséget teljes mértékben és a pilóták közötti különbséget. És így be is állt az első tíz, ugye? A öt csapat kettő pilótája benne van az első tízben, úgyhogy fullosan így beálltok teljes mértékben. Első a Red Bull, ilyen 20 másodperces előnye szerintem. Aztán Ferrari, Mercedes, McLaren és Aston Martin. A Maresnak ott kell lent lennie valahol, nem? Jó, előbb a vidinyókon a Marez itt volt lent, csak így szeretném ezt így elmondani. Itten izé, leselkedett a Marez. Most eltűnt. Ott leselkedett a Marezka. Ti-ti-ti-ri. Pá-pá. Pará, pá, pá, pará, pá, pará. Úgy csinálnék egy horrorjátékot amúgy. Ja, Unreal Engine-es izékkel, szettekkel én is csinálnék egy jó horrorst. Fú, annyi jumpscare lenne benne, hogy... Azt a kurva. És én lennék a főteszter. Hogy amikor a legjobban nem számítasz rá, akkor jönnének egy ilyen véletlen, egy kanyarnál, vagy valamiért. Tehát... Hello, hello! De még egyetlen egy ilyen artifaktot nem találtunk, nem tudom mit kell keresni. Nem látok semmi olyan tárgyat, amit föl lehetett volna venni. Így van, ezért ilyen indie fejlesztők. De és ez amúgy nincs baj. Mert néha-néha nagyon jó kis horrorjátékokat ki tudnak adni. Például a Demologist-ban első lobby ház, ugye ahol van az a konyha rész meg minden. Hát azt a részt én már nem tudom hány horror ilyen indie játékban láttam. Csak úgy máshogy megcsinálom, de ugyanaz még a hűtő is ugyanott van, meg minden. A fürdőszoba is. Csak úgy más berendezésekkel, meg picit világosabban, meg minden, úgyhogy... Mondom például, ez a játék, két hete, amit játszottunk játékot, ugyanitt játszódott, ugyanitt. Nem tudom milyen... Aha! Itt van Darth Vader valahol. Darth Vaders. Itt a aszma rohan, bazd meg. Fú, szerintem most meg fogunk ijedni, készítsük a fületeket. Hánt van? Úristen! Hol egy... Itt amúgy is el lehet bújni. El lehet bújni. Há! A kurva anyád picsáját, te geci! Mi a fasz? Te honnan jöttél? A futás minden közelben lévő, de ez honnan jött, bore? Hallott? Nekem te leforduljál meg ilyen hirtelen! Az neked nő volt? Ez a paca? Ez a paca pörkölt? Na jó, most nagyon benézem a szobákat. Amúgy lehet, hogy az a fényképező üzemmódba kellett volna menni, nem? Ja, a cicija volt. Aha. Na itt van Maresz. Amúgy a Maresztől jobban félek, mint attól a cicis nényitő. Na jó, és ez most milyen szoba? Ez ugyanaz, ahol előbb meghaltam? Ez a irodaszoba, vagy ez milyen szoba ez most? Kis cicik, nagy segg. Azt mondja, legjobb. Aha!
Itt meg, itt van a ollókezű Edward. Itt van a ollókezű Edward, a magos sarkújva. Nem tudom, hogy ez a szellem nincs-e benne a démonba. Amúgy ilyesmi ez a... Valami hasonló van a démonba is. És ugye a démon Marika is itt van. Csak így szeretném, aki a falon futkározik. Érted, össze-vissza. Nem tudom, hogy ezt így észrevettétek. Hát nem tudom, azok milyen szobák, azokat, itt van egy szoba, ilyen, igen. Itt van előtte ez a kép. Hát itt meg ezt nem tudom megmondani, milyen szoba ez. Ott ijesztett meg? Hát azt tudom, hol volt ez már. Nem szabad futni. És nem kell fényképezőgépet használnom, itt biztonságos. De mire jó ez a fényképezőgép? He? Ez az izé. De ilyenkor fotózok? Vagy ezzel lehet megtalálni a artifa... Nem tudom, mi a faszket. Itt nem kell fényképezni... Vagy te lehetett... Hát meg... Há, kurva anyát, picsáját, ma másodszor beszarok ugyanott a kurva életben, nem hiszem el! Faszom! Azért ugyanazt a jumpscare-t megkaptam, és ugyanúgy beszartam tőledik. Hát ezt nem hiszem el. Hogy lett ilyen nokedli? Lehet, hogy arra kéne menni, amerre villog a fény? Előbb hallottuk, hogy jön az a nokedni, mert én nem tudom most ott mi történt, amikor megöltek. Köszi a klippet, Szogi, köszi. Ha megint beszarokat, szia. Köszi. Én nem is hallottam, hogy ott jött valaki. Legalább már vennénk fel egy ilyen hülye artifaktot, hogy tudjam, hogy miről van szó. Pont jókor érti vissza. Miért vagy ilyen jókor vissza? Most kipróbáljuk a fényképezőgépet, oké? Okay? Itt van bent Mari, nem? Ugye itt van ez a lófasz, amit mondtam. És akkor a Mari ott lesz bent abba a szobába. Jó napot kívánok, yes? Jó, most valószínűleg megdöglünk a faszomba, de ezt most kipróbáljuk. Nézzük meg. Ne, és nem fogunk megijedni most, oké? Okay? Marika? Maresz? Maricsúj? Jó napot kívánok! Kezi csókolom! Hol a faszomba vagy, itt voltál, ne legyél ilyen izé. Csiskagyász. Vagy lehet, hogy mi nem lássuk így a szellemeket, és hogyha bemenjünk, akkor megbasznak. Az úgy lehet?
Hát nem tudom, melyikkel kell fényképezni. Ezzel fényképezek így, hogyha elrakom a kamerát. Ez az a szoba, ahol Mari bent áll. Jó, most visszamegyünk a kamerához, és megnézzük, hogy igaz, ami van. Én nem tudom, mi a faszomra van ez. Mert ugye akkor előbb bementünk abba a szobába, ahol ott volt az anakedi, csak nem láttuk. És meghaltunk. Nem kell fényképezőgépet használni, itt biztonságos, azt írja. Jó, nézzük meg Marit, hogy még ott áll. Itt van. Itt van. Ugye itt van ez a szép is, vagy miatt a kömít a hosszú asztal, ahol fényképezgettünk, vagyis előbb. Szóval ő itt áll bent. Itt álltam előbb. De mi szabad szemmel nem lássuk. Szóval ez most, ezt a tényt, ezt most fixen be lett bizonyítva, hogy mi ezt most nem lássuk, a Maresz, hogy ott van. De hogyha bemegyünk ebbe a szobába, nekünk annyi. Ugyanúgy, ahogy előbb bementünk abba a köcsök szobájában is. Az a baj, hogy ezt nem tudom, hogy ez hol lesz ez, hogyha itt véletlenül behatolok ide. Ez most, ez mi ez? Itt van az ajtóban egy szekrény. Ilyen nagyon sok papírdarab. Szekrény és papírdarabok. De még nem találtam olyan cuccot, amit gyűjteni kéne. Nem tudom, hol lehet olyan. Keressetek tárgyokat és hozzátok ezt a szimot, csak így lehet befejezni éjszakát. Legyen óvatos, nem láthatja a műalkotásokat, ha a fényképezőgép be van kapcsolva. Nem láthatja a műalkotásokat, ha a fényképezőgép be van kapcsolva. Mikortól vannak itt lábnyomok? Szekrény fölgömbben nagy golyó volt a tején, oké. Oké. Legalább egy ilyen hülye artifaktot találjunk már meg, hogy hogy néz ki. Jó, ez egyik se az a szoba, ugye? Ezek nem azok a szobák, amiket én keresek. Hosszú géme? Nem tudom. Azt tudom, hogy ennek mikor van vége, hogyha összegyűjtjük a három cuccot és akkor vége van? Vagy én nem tudom. Fogalmam sincs, Szogi testvér. A balherén már fáj, úgyhogy jó úton haladunk. A balhere fájdalmokban vagyok. Amúgy igen. Én láttam valami vidinyót, azt hiszem valami 20 perces volt. Vagy nem tudom, hogy jó vidinyót láttam-e. Hűha. Ez se az a szoba, ugye? Itt se láttunk semmi rosszat. Yes? Ez nem az a szoba. Valaki mondja meg. Valaki mondja meg. Lost. Úristen, mekkora sorozat a Lost. Lostok? Oda megnézzük azt, az a Lost az, hogy ez milyen micsoda. Lost.
Patkánykák. Patkányszuk. Elveszve. Elveszett a Lost. Az a baj, hogy még azt sem tudom, mit kell keresnem. Még nem találtam egy olyan összegyűjthető tárgyat se, amit kéne összegyűjteni. Máshol nincs mit félni? Na jó van, Letti. Könnyű így, hogyha nem a játékban vagy mi. Fú, a WC-ket, nem szeressük a WC-ket. Benten! Ben! Miért tette lesz velünk, Ben? Az egy dolog, hogy arra szolgatás közben is megtoztak, de nem olyan sebességgel. Érted? Játszottam már a hülye izéve egyik horrorszal, amikor futottam, mint a gép. És három jumpscare-t kaptam egymás után, és ez úgy nem esett annyira jól a szívecskémnek. Rendben. Úgyhogy arra szolgathassak már faszomba már. Van egy izé. Wow. És most van olyan érzésem, hogyha ezt fölvesszük, akkor itt valami történni fog. Lehet, hogy megváltoznak a helyi ezeknek a geciknek? És most olyan messze menjek vissza? Meg kellett volna néznem a hülye kamerán, hogy látom-e azt a szart. Lássátok, milyen hülye vagyok. Ennek akkor lenne értelme, hogyha legalább a szörnyeket tudnám látni ezzel. Na jó, de akkor mire kell a szekrény? Mire kellenek a elbújható szekrények, érted? Csak 25 FPS plusz. Megváltozott. Megváltoztak a helyszínek, oda nézzé! 200 kubó vagyok, geci. 200! Nem, ez még mindig ugyanott van. A Maresz még mindig ugyanott van. De ez a... Plusz egy! Ó, geci! Hogy van még egy dokedli, most már többen vannak itt, most már többen vannak, egyel többen vannak. Aha! Jó, ez melyik terem? Itt nagyon szana széggel vannak itt a asztalok. Jobbra-balra. Ja, az a izé szobadik, az a rituális. Hűha! Ez itt van mellettem. Ide kell hoznom artifaktokat, és akkor most hogyan hozom ide artifaktot? Hogy itt van ez a Nokeddi bent?
Bazd meg, ez itt van mellettem, ez a rituálé szoba. Híha, na jó, van rituálé szoba. Egy köcsög. Aztán. Marika, a Maresz, bent van ugye ebbe a szobába, amit tudunk, hogy hol van. Most arra kéne rájönnünk, hogy a fényképezőgép mire való. Meg itt van, de hol rá lett itt, hol láttál földgömb? Ja, hogy ez földgömb? Aha, hogy itt. Aha, értem. Oké. Okay. Jó, szekrény földgömbbe. Oké. Okay. Szóval itt van bent. Itt. De leghátul. Egyes évek oda vinni? Majd hogy érted? Annyit tudok most a játékra, hogy össze kell gyűjteni ezt a három lófaszt, és aztán gondolom le kell rakni arra a rituális izére. Rituáléra. A rituális rituáléra. És hogy onnantól kezdve tovább mi lesz, nem tudom. De azt akarom én is. Azt akarom én is, hogy először összeszedem, és aztán oda viszek mindent. Mert ugye 1/3-at ír. Ez tiszta szoba? Ez tiszta szoba, ugye? Itt nincsen nokedli. Nokedli. Rejtsd el. Ugye itt be tudunk menni a szökrénybe. Hú, mert ugye csak ennyi a játék amúgy, hogyha össze kéne szedni ezt a három artifaktot, és aztán hello, szia, vége van. Hát igen, akkor ezt meg lehet csinálni 20 perc alatt. A tornateremben se volt most senki, ügyi? A Marika, nem, most nincs, ez most üres. De hogy ez mire jó ez a fényképező, én ezt most nem értem. Ez a szoba? Ott mi volt a ablakba? Ott mi volt a ablakba, mert amúgy később vettem észre, valami ott nézett, nem? Ablakon átnéző volt, az valaki ottan. Ablakon áttekintő. Ablakosok. Itt sincs artifakt. De vajon egyenként rakja le csak artifaktokat helyett? Aha! Jó napot! Elnézést! Elnézést kívánok! Földet bíztam rátok! Elvettem tőletek! Más élet hazátok! Jó, akkor most már tudjuk, hogy mire jó a fényképezőgép. De ez honnan jött?
Ti is azt érzitek, hogy, hogy ez most itt van? Szevasz, monszenyor, szia! Nekem is van egy olyan érzésem, hogy itt van. Ez a fiatal ember. Hogy nem távozott el innen. Ez valami olyasmi, igen. Hát ez, ez itt ilyen, milyen a fő feladatot, hogy megtaláld a tárgyakat és eljutasd végül a szimbólumhoz. Mikor lesben áll egy cápa? Áldozatra várva, és felfal a szemével, hogy mi legyen. Na jó, most már ideges vagyok. A rituális szoba üres. Most már idegbe basztam magam. Jó napot kívánok. Az hol... De miért állt le az a csöves ott, amikor bebújtam a szekrénybe? Jó, Maresz, az nem mozdul innen. Az örökké ott maradt. Ez bent van egy tanterembe. Tanteremsben van. De hogy milyen tanterem ez? Aha. Most ez a földgömbös szoba az üres. Kéne néha tarts karaoke streamet is. Bazzik, ezt már egyre többen mondjátok. Nehogy elhiggyem lassan. Ott a artifakt. Ott a artifakt az izébe, tornaterembe lent a pencébe. Látsátok? Ott van. Egy artifakt a tornateremben van, fixen. Akkor valószínűleg az van, hogy minden egyes körben, hogyha megtalálok egy artifaktot, akkor nyitódik ki egy újabb, mert csak egyet látok. A maribumbus a irodában van, az jó? És ez a fejrázós bumbus a irodalmi szobában van, ugye? Ott van Jókai, meg Petőfi, meg izé, meg Móriczka. Itt is van egy artifakt. Szóval akkor nem. Itt is van egy artifakt. Ezt a szobát még nem tudom hol van. Ha ma lassan kiismerik magunkat itt. És ugye a WC-ben nincsenek lámpák, kamerák. Úgyhogy a WC-be is. WC-be akár lehet a harmadik. Most nem látok sehol villogni még valamit. A tornaterem fix. A földgömbes szoba igen. A kiaknázatlan tehetségemre derülne fény. Úristen. Vagy nem. Na jó, induljunk meg. Aztán meglássuk, hogy mi van. Még azt kell megnézem, hogy a artifaktot így lássuk-e amúgy. Ha be van kapcsolva a kamera. Nem, máshol vannak. A izébe van a Mari ugyanott van.